a régi, látod. Aha. Felújítási munkálatok miatt a Nagytétényi Védőnői Szolgálat ideiglenesen átköltözött a Nagytétényi út 264 szám alatt található épületbe. A Batthyány utcai rendelőben a tavalyi évben vizes blokkok teljes körű felújítása történt meg önkormányzati finanszírozásból. Most az Egészséges Budapest program harmadik pályázatán elnyert pénzből újul meg az épület. A kerületi egészségügy ezen belül is az alapellátás, az a kerületi önkormányzat egyik kiemelt területe, amivel kiemelten is szeretnénk foglalkozni, hiszen az emberek elégedettsége szempontjából a megfelelő szintű egészségügyi ellátás nagyon fontos. Erre most a járványidőszak nagyon erőteljesen rávilágított. Az volt az ígéretünk, a választási ígéretünk, hogy mikor befejezzük a szakrendelőt, akkor következnek a házi orvosi rendelők. Annak idején, valamikor a 90-es évek végén, 2000-es évek elején ezzel kezdtük, hogy a házi orvosi rendelőket felújítottunk, úgyhogy eljött az idő, eltelt 20 év, hogy újra nekiveselkedjünk. Akkor is a Batthyány utcai rendelővel kezdtük, most is azzal kezdjük. És jelentős energetikai átalakítások, szigetelések, nyílászáró cserék, és most jutottunk el a tető héjazat cseréjéhez. Ez egy 3 hónapos munka, hamarosan elkezdődik, és át kell költöznie a védőnőknek, illetve a gyerekgyógyász kollégáknak a újonnan elkészült CT épületében, amely a Nagytétény úton található, épp most neveztük el dr. Süveges Andrásról. Úgyhogy amíg ezek a munkák zajlanak, addig ott lesznek a rendelések a közelben, és jó körülmények között. Ettől függetlenül ez további kellemetlenséget okoz, szerintem leginkább a védőnöknek és a gyerekgyógyászoknak. Remélem, hogy a betegeket ez nem fogja érinteni. Úgyhogy egy kis türelmet kérünk, és hamarosan nagyon szépen meg fog újulni a Batthyány utcai rendelő. A pályázat keretében közel bruttó 80 millió forint támogatást kap a kerület a kormánytól. Ebből megújulnak a várótermek, az orvosi szobák, a tető és a teljes világítástechnika. A Batthyány utcai rendelőben dolgozó gyermekorvosok és házi orvosok továbbra is a megszokott helyükön várják a betegeket.